A szorványlét az egy külön funkció, és hát a kötetemben, az eddigi köteteimben is, de ebben az új kötetben talán fokozottan és még inkább kibontva írok a mindennapokról, a doroszlói, a nyugatbácskai, a szorványban megélt hát észlelésekről, így mondanám. És hát én azt gondolom, hogy egy inkább kifelé forduló könyvről van szó, tehát nem elsősorban a saját érzéseim, megéléseim kapnak itt most hangot, hanem sokkal inkább az, amit körülöttem észleltem, és látok folyamatosan a mindennapokban, és megélek egyénileg és közösségileg is.